Az egyik legfontosabb kérdés az volt a találkozó előtt, hogy egyáltalán lesz-e meccs, hiszen egy héttel ezelőtt az első tavaszi fordulóban a polgáriak nem utaztak el Földesre, ráadásul nem is értesítették a hazaiakat a távolmaradásukról. Ám végül 8-an egy cserével megérkeztek a Gellér Sándor sportcsarnokba, és szürkemezt öltve kiálltak a miénk ellen. Mint utólag kiderült, hálás kis ellenfélnek bizonyultak, ugyanis nem késztették különösebb erőkifejtésre fiataljainkat, akik a meccs elején tulajdonképpen átrobogtak rajtuk, és mindössze 4 gólt engedélyezve nekik végül 15-4-es vezetéssel zárták az első félidőt. A szünet után a legfőbb változást az okozta, hogy Kaszást végleg kiállította a játékvezető, no meg egyre több 14 éves ifjoncot küldött pályára Konsz Tibor, akik persze hatalmas lelkesedéssel küzdöttek. Ráadásul még szép gólokat is lőttek, így teljes volt a siker, ami a végére 32-18-as ladányi diadalt jelentett. Ezzel csapatunk jobb gólkülönbségével továbbra is vezeti a megyei bajnokság tabelláját, igaz egy meccsel többet játszva a riválisnál Udvarnál. Húsvétkor egyébként nem lesz forduló, így legközelebb majd csak április 12-én a már említett Nárudvarral csapnak össze a mieink.